Az összefogás tolnáért akciócsoport pályázata, mely 260 millió forintot eredményezett, a Mösi Civilház mellett két játszótér megépítésének lehetőségét is adta Tolnának. A területi operatív programnak köszönhetően mára elkészülhettek a játszóterek. Néhány évvel, vagy talán már 10 évvel ezelőtt is megkerestek tolnai anyukák, akkor még alpolgármesterként, és hogy nincs játszótér a városban. És aztán én összehívtam őket, hogy mit szeretnének, beszélgessünk egy kicsit róla. És bevallom, egy kicsit értetlenül álltam, mert hogy én magam is úgy nőttem fel, jó, én már nem vagyok gyerek, de én magam is úgy nőttem fel, hogy inkább az utcán tollasoztunk, bicajoztunk, az udvarba fára másztunk, és valahogy eltelt a gyerekkorom. Hozzáteszem, hogy van egy 23 és egy 12 éves gyerekem, és velük se jártam játszótérre, úgyhogy egy kicsit értetlenül álltam a dolog előtt, de hát nyilván nekem képviselőként, meg városvezetőként az a feladatom, hogy lehetőség szerint teljesítsük azokat a kéréseket, vagy igényeket, amik a városlakók részéről felmerülnek. És ugye láttam, hát azért én is jártam mindenhol az országba, és láttam, hogy nagyon szép játszóterek vannak, és egy kicsit ilyenkor talán még pironkodtam is, hogy Tolnán nincs ilyen szép játszótér. Aztán jött az összefogás Tolnáért pályázata és a Dunapart korszerűsítésének programja, és ma már nincs miért pironkodni. Ezeket a játszótereket bárhol megirigyelhetnék az országban. 2015-ben először, ugye, amikor a Magházat átadtuk a volt laktanya területén, akkor egy ennél jóval kisebb játszóteret sikerült abba a pályázatba beletennünk, és aztán akkor ott oda tudtak menni játszótérre Tolnán a gyerekekkel, és az azóta eltelt 4 évben még 3 játszóteret sikerült átadnunk, ugye egy hatalmasat, ami a Dunaparton van, egyet itt a Vásártéren és egyet Mözsön a Dobótéren. Igyekeztünk úgy megtalálni a helyszíneket, hogy ahol már korábban voltak játszóterek, illetve hogy a viszonylag könnyen megközelíthető legyen, mindenhonnan lehessen parkolni, hogyha autóval érkeznek, és viszonylag sokan lakjanak a környéken. Ugye a Dunapart az adta magát, de itt a Vásártéren is rengetegen laknak gyerekesek, idősek, fiatalok, és itt korábban is volt egy játszótér. És ebben a bizonyos CLLD projektben nyújtottunk be pályázatot Tolnaváros önkormányzata, ugye a Martinek ház felújítására és 2 játszótér építésére. Ugyan korábban úgy terveztük, hogy ezt az egész projektet együtt adjuk át, de tekintettel arra, hogy úgy láttam, hogy a szülők és a gyerekek már használják ezt a játszóteret, akkor azt gondoltam, hogy jó, hát akkor vegyük le a papírokat, hogy nem használható, hanem akkor adjuk át, megjött mindenféle engedély, mindenféle szakhatóság megvizsgálta, tehát ezek teljesen biztonságos játékok, és nagyon örülök neki, hogy minden játszóteret tömegesen használnak. A parkosítás még vissza van. A nagy melegben nem lett volna érdemes sem fákat, sem bokrokat, sem füvet ültetni. Ezek a munkák hamarosan elkezdődnek. Pályázati forrásból valósult meg mind a két játszótér. 35 millió forint körül van bruttó árról beszélek a két játszótér. Ez egy méreteiben és árában is sokkal nagyobb. Ez egy ilyen 26-7 millió forint volt, és a fennmaradó 6-7 millió forint az pedig a Mözsi Dobótéri játszótér. Egy újabb nagy projekt fog megkezdődni. A képviselőtestület rendkívüli ülésében döntött arról, hogy biztosítja a forrást a játszóházas projektnek a hiányához, mert ugye kiderült, hogy a legolcsóbb ajánlatot adó is lényegesen magasabb árat adott, mint amekkora forrása a pályázatban rendelkezésünkre áll. De a képviselőtestület úgy döntött, hogy biztosítja azt a hiányzó 61 néhány millió forintot, és gyakorlatilag a szerződéskötési moratórium letelte után megkezdődnek ott is a munkálatok. Tehát játszótér nem, de játszóház épül a városban. A játszóház a volt laktanya területén, abban a bizonyos istálló épületben, a Magház közvetlen szomszédságában.